Sziasztok! Ausztráliában a Robina Masztában. Showroomnél vagyok. És most megnézzük az új Mazdákat. Ez gyerekek, ez a nagy terepjáró. Ötüléses, hatalmas nagy rakodótérhez vel. Már el van látva ezzel a gumi vagy plasztik betéttel. Ez a BT50-es típus. Ez egy bemutató modell. Egyben reklámozza is magát, ha jár kell a környező utakon. Úgyhogy árat ezen nem látunk. Ez pedig itt a CX5-ös line-up. Vadonatújak természetesen. Szállításra vár. Erre már rá is van írva, hogy sorry, I'm sold. Ez az ezüstös bordó piros szín, ez valami gyönyörű a napon. Nem tudom mennyire jön át a videón, de ez a legjobb szín az összes Mazda közül, az összes Mazda színek közül. Itt van gyerekek a fogyasztása. Ez pedig a négy ajtós Mazda 6-os szedán. Nagyon jól néz ki. Ezeket a Mazdákat nagyon eltalálták most. Sky Active. Fogyasztása 7,6 és 10 liter a városban. Hátulja is szuper. Sky. CX-8. Ez valami újdonság, mert láttam CX-3-ast, CX-5-öst, CX-9-est. Szóval bepréseltek közéjük egy CX-8-at. És már ez mind Sky Active, G betűs, G. Erről nem nincs információ, mit tud, mibe kerülhet. Ez egy új típus a palettán. Az eleje, a grill, az ugyanolyan. Úgyhogy nagyszerű. Biztos nagyon népszerű ez a piros szín, mert most ezzel jött ki, rengeteg ilyen van a telepen. Úgy látszik, ez megy a legjobban. A Mazda 2-es, 3-as, 6-os, mindegyiknek van ebbe a színbe. Ez a Mazda 3-as hatchback. Ebbe a piros színbe. Ez úgy szintén ugyanaz a fehér színben. Ezeket a spoilereket még nem láttam eddig, ez is jól néz ki rajta. Ez a hatchback. Most nem látok szedánt, hogy mi a különbség. Itt jönnek a CX-3-asok. Ez megint egy kicsit más, ez a CX-30-as. Tehát egy kicsit mindig
szélesítik a palettát. Ez már regisztrálva is van, biztos bemutató kocsi. Megnézzük előről is. Csinos, szexi, amit akartok. Fogyasztása se túl rossz, ezek mind benzinesek természetesen. Nagyon ritka a Mazda dízel. Ez meg a Mazda szín. Ez nem ezüst, hanem ez egy gyönyörű, szép, szürke szín. Ez is egy újabb verzió, egy újabb szín a palettán. Ez most egy aktuális jelző, ugye, szín, paletta. Ára is van, 37.085 most. Spórolsz 3775-öt, 2019-es Mazda 3-as G25 GT Auto Hatch. Kimondani is sok. Tehát 2,5 literes benzin, 16 szelepes, 139 kW. 6,3-et fogyaszt. 6,6 vegyes használatnál. 6 sebességes manuálban kapható, és 6 sebességes automatik. Tehát van manuál választék. Mazda 3-as. A szín miatt mutatom közelebbről. Na, ez pedig akkor a szedán. Mazda 3-as szedán, látjátok a különbséget, ugye, ez, meg a másik között. Ennek van ez a csomagtartó része. A hatchbacknek pedig ugye ez a csapott hátulja. Én ezekből jobban szerettem a szedánt. Ad egy extra befejezést itt hátul, nem beszélve az extra csomagtartó térről. Ez is 2,5 literes, 4 cilinderes, 139 kW. Ugyanúgy jön 6 sebességes manuállal, vagy 6 sebességes automatik. 6,3 vagy 6,6 liter fogyasztás, 1200 a vontató kapacitása. 35.155 dollár. Automata 1000-rel drágább. Elég jó fölnyomták 30.000 fölé az árát. Ezek is olyan 25-30 között voltak, az előző típus. Két följebb tornázták. Ez egy sötét metalik, ezüstös szürke, nem fekete, érdekes módon. Csak majdnem. Ez volt a hatch. Ez úgy szintén... Nem, szedán. Megnézzük hátulról, hogy néz ki ez a szép piros szín szedánban. Igen, nagyon jó. Ez a része hátul jobban tetszik nekem, mint a hatch. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. És ezek mind ugyanazok itt felsorakozva. Szedán, szedán, hatch, szedán. Úgyhogy gyerekek, itt nagyon sok adat, ár, megtett kilométer, ilyesmik nincsenek, mert ezek mind vadonatúj kocsik. Bemutató kocsi is csak egy-kettő volt.
de azokra nincs árkitéve. Úgyhogy ez volt egy gyors Mazda bemutató. Köszi, hogy megnéztétek. Nyomkodjátok a gombokat, legyetek szívesek. Lájkoljatok, jelöljetek meg. Köszi még egyszer mindenkinek, szép napot, jó egészséget. Sziasztok!